Tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeket, akik elfogadták a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti tagozatának meghívását ma estére a Klebelsberg Kultúrkúriába, hogy Máté János ötvös művész hetekkel ezelőtt lezárult pályája előtt fejet hajtsunk. Kótai József és Muharos Lajos alkotótársaival együtt, akik erre az alkalomra kiállítási közösséget is vállaltak János műveivel. Fel tudják idézni magukban, hogy az ókori mitológiai hagyományok mindegyike milyen komoly tiszteletben tartotta a Föld mélyén rejtőző és a csillagok az univerzum világával is természeti kapcsolatot mutató fémeket? Látjuk-e, hogy éppen ezért tekintették a fémek megmunkálásának képességét isteni eredetű tudásnak, és kezelték ehhez méltó felelősséggel? Felismerjük-e a középkori Eligius életútjában, ötvös mesterségének gyakorlásában, a teremtés idejére visszanyúló örökség követésének felelősségét? Máté Jánosnak egy egész életen át rézlemezből, majd bronzöntvényből készített aquamaniléi, víztartó, vízöntő edényplasztikái a kiállítás látványában a leghangsúlyosabb elemet képviselik. Megkapjuk-e Máté János, Kótai József és Muharos Lajos munkáitól is azt az élményt, amelyet követni vállalt szellemi elődjük ígérhet számunkra? Miképpen hívnak meg bennünket a kiállításon látható alkotások szakralitásunk megélésére? Észreveszik-e, kedves vendégek, hogy a tárlat fém tárgyai, az ezüstök, rezek, bronzok és a féldrága kövek határozottan arra késztetnek bennünket, hogy felelevenítsük, sőt, személyes időszerűségében újraéljük a négy őselem egyikéhez, a vízhez való viszonyunkat?